40 gyógyulás történetet tartalmazó könyvet mutattak be a Balassi Bálint megyei könyvtárban, a Magyar Rákellenes Liga Salgó-Tarjáni alapszervezete szervezésében. A könyv gyógyult vagy gyógyulófélben lévő daganatos betegek történeteit tartalmazza, így az elbeszélésekből erőt meríthetnek azok, akik érintettek a betegségben. A betegúton nagyon nagy segítség az, hogyha hallhatunk olyanoktól történeteket, meséket, akik már az út végén vannak, vagy túl vannak rajta, és tudnak nekünk abba segíteni, hogy hogyan lépjünk, hogyan koncentráljunk mindig a következő lépése. Tehát nagyon nagy szükség van a nyitottságra, és én nagyon köszönöm minden falevélnek, akik elmesélték az ő történetüket, ezzel is erőt adva, buzdítva, amíg út elején vagy az út közben lévőket. Az érintettek saját megküzdésükről, testi-lelki harcaikról, győzelmeikről vallanak őszintén. Elmondják, ki és mi segített nekik, és hogyan fordították hasznukra ezt az embert próbáló helyzetet. A könyvet a Regea Alapítvány közös csapatmunkával készítette el, hiszen a testgyógyítása mellett az ember lelki egészségét is szolgálják. Nagyon fontosnak tartjuk a korai, az időbeli felismerést, hiszen én sem állnék itt, ha annak idején nem zavar el, és a hiúságomat is bevetve nem küld el engem a körzeti házi orvosom. Nagyon fontos, hogy az orvosi kezelések mellett azt kiegészítve nyújtjuk a szolgáltatásainkat, és ide beletartozik elsősorban a Simonton, amit ti is ismertek, mert hogy ez az alap. Olyan módszerek, amelyek kellenek ahhoz, hogy végig tudjuk csinálni ezt a nem egyszerű utat. Nem akarok erről különösebben beszélni, hiszen Carl Simonton munkásságát és a felesége munkásságát mindannyian ismeritek. De ide tartoznak a régi, hagyományos módszerek, például a jóga, vagy ide tartozik a családállítás is, és más korszerű terápiák, amik segíthetnek, ott lehetnek. A mi dolgunk az, hogy minél többet mutassunk meg a palettán, és ennek kapcsán mindenki választhat magának azt, ami neki legjobban működik. Nagyon fontos része a tevékenységünknek a visszaillesztés, a reedukáció, hiszen nem elég meggyógyulni, hanem gyógyultnak is illene maradni, az lenne a jó, ha mindenki azt tudna maradni, és épp ezért van az, hogy táborokat csinálunk, ami a módszerek elsajátításán túl, a gyógyítósorstárs közösségen túl még segít abban, hogy egészséges életmódot is tanuljanak a hozzánk fordulók. A gyógyítósorstárs közösség, ami megtart és erőt ad, és az mindannyian tudjátok, hogy milyen fantasztikus dolog, ha van információ, ha föl tudok hívni akár éjjel is valakit, aki fog segíteni. Hát ennek megfelelően vannak kézműves foglalkozásaink, tejázós, kávézós beszélgetéseink. Itt éppen az adventi koszorunkat látjátok, és hát azt a koszorút, amit Bükszentkereszten szoktunk csinálni, azt a készfogást, azt az erőt adó kört, amiből azoknak is jut, akik nincsenek ott, mert nem tudnak jönni, vagy azoknak is üzenünk, akik már elmentek közülünk. És hát a negyedik eleme az, aki te vagy. Te vagy a tündérkénk, aki benned él, aki a gyógyító erőforrásod lehet, aki megváltoztatja a kapcsolatait, aki másképp gondolkodik, aki más tevékenységet is csinál annak érdekében, hogy ne ugyanabban a helyzetbe kerüljön vissza, amiben gyógyulása előtt volt. A könyv három fő részből áll, elsőként magáról, a csoportok működéséről és a gyógyulást követő módszerekről olvashatunk. A második részben az alapítvány belső erőforrásai szerepelnek, melyek azok a dolgok, amik segítséget nyújtanak a betegeknek. A harmadik elem pedig a 40 gyógyulás történetet tartalmazza, melyekből a bemutató keretein belül néhányat fel is olvastak. Szépen sütött a nap, a felhő elvonult, ekkor már 10 éve fejtegettem a titkot. Jó irányban voltam, de egy mennydörgés ismét eltérített. A gyermekem daganatos beteg lett. Úgy éreztem, egy nagy örvénybe kerültem, ami csapkodt ide-oda és széttörök. Új könyv íródott számomra a titokról. Vastag és nagyon nehéz volt.
mikor a lelked és a tested összhangban van, nagyon egyszerű ismételni, alkalmazni a tanultakat, de ez a titok lebénított. A véletlen, ami nincs. Eljött a rege a tábor ideje. Itt kaptam útmutatót a nagy titokkönyv használatára. Ismét tanulnom kellett, de teljesen másként. Volt segítségem. Ott voltak azok az emberek, akiknek mertem megnyílni. Nem szégyeltem, hogy sírás nélkül nem tudok róla beszélni. És azok az emberek, akiktől sok-sok ölelést, szeretetet, kis idézeteket kaptam. Hálás vagyok érte. Mit vettél tőlem a rák? Mindent. Elvettél tőlem a drágább, legdrágább édesanyját, a boldogságot, a nyugalmat, az egészségemet, testemet, lelkemet, egész addigi életemet. Beköltözött életembe a félelem. És egy napon rátaláltam Annára, és a Szájgonton csoportra. Rövidesen megváltozott az életem. Mit kaptam a ráktól? Mindent. Új életet, új szemléletet, rengeteg energiát, türelmet, szeretetet, egy teljesen új világot, amely tele volt csodákkal. Szép lassan, napról napra tapasztaltam meg magamon a változásokat. Annának köszönhetően, hogy megtanultam mozgósítani a tartalék energiáimat, és képes vagyok kielégíteni lelki szükségleteimet, képes vagyok irányítani az életemet. Megtanultam a testem jelzéseire figyelni és szeretni magam. Nap mint nap boldogan kelek, tele energiával, kitűzött célokkal, vágyokkal, és tele vagyok szeretettel. A megható történetek után a hallgatóság feltehette kérdéseit a kötet íróinak.